Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a YouTube csatornámon. Na tudod-e, mi lesz 2024. május 18-án? Jaja, igen, van az a poén, hogy szombat, de ezen kívül tudod-e, mi lesz? Nos, egy közönség találkozó lesz, mégpedig itt az országnak ezen részén. Ez egy szervezett találkozó, ahova 300 vendégnek lesz lehetősége belépni. Ide a videóm alá beraktam egy linket, hogy a kíváncsi vagy a részletekre, kattints rá és olvasd el. Különböző programok lesznek ezen a rendezvényen, és ha minden jól megy, akkor találkozhatsz 9 youtuberrel, olyanokkal, akik hozzám hasonló módon technikai csatornát üzemeltetnek. A meghívottak névsorát is megtalálod azon a linken, ami itt van a mostani videóm alatt. És igazából mindenki készülni fog egy kis érdekességgel, hoz valamit, megmutatja nektek. Én is így teszek, itt van az asztalon pár dolog, megmutatom, mire gondoltam, mit tudok elvinni számotokra megmutatni. Na, arra gondoltam, hogy hozok egy olyan kísérletet számotokra, ami egészen biztosan kiveri a biztosítékot. Ezek üvegcsöves biztosítékok, és remélem értetted a poént. És ebben a kis edényben egy olyan átalakított üvegcsöves biztosíték van, amiben vasreszeléket töltöttem, és ez arra volt szükség, hogy legyen egy darab vasam, és a vasat szorgos munkával megreszeltem, és így feltöltöttem fémporral. Mit is tud ez? Nos, bármilyen hihetetlen így elsőre, de hogyha ezt ide lerakom, és megnézném ennek az ellenállását, akkor mérnék X ohmot. Ez pedig egy olyan eszköz, amivel elektromos ívet lehet kelteni, megnyomom, és higgyétek el, most megváltozik ennek az ellenállása, vagy pontosabban megváltozott. Szóval ez egy különleges detektor, tudja változtatni az ellenállását az elektromos ív hatására, és úgy kell reszetelni, hogy meg kell kopogtatni az asztalt, picit megmozdulnak a szemcsék, és utána újra visszaváltozik nagyjából az eredeti értékére ennek az ellenállása. És ezt az egészet több mint 100 évvel ezelőtt találták ki, úgyhogy ezt megpróbálom elhozni számotokra és megmutatni, miként működik. És szerintem sokan tudjátok, hogy mit jelent a számítástechnikában a ping kifejezés. Úgyhogy hozok egy kis Arduino projektet, ami pinget tudja pingetni az előre beállított szervereket. Én a NASA.com-ot állítottam be, és akkor meg tudja mutatni a ping időt. Ez egy teljesen digitális projekt. Gondoljuk egy kicsit újra, legyen analóg a kijelző. Mutatok erre is egy példát. Ez nagyjából egy 40 éves műszer, iskolákban használták, és azt mutatták meg vele, hogy miként lehet feszültséget mérni, illetve áramot mérni. Hozzá csatlakoztattam egy ESP8266-ot, és az ESP8266 Wi-Fi hálózaton keresztül felcsatlakozik az internetre, elkezd pingetni szervereket, itt is tudja pingetni a NASA.com-ot, illetve a Google.com-ot. Na és meg is van, itt 30 fölötti eredmény mutat, ugye a digitális, mint itt mutatta nekem az előbb, olyan 34-et mutatott, ez is nagyjából annyi, szóval ezt is viszem a találkozóra. És egy befőttes üveget is viszek, na persze nem lesz üres a befőttes üveg, és egy átalakított kupakot, erre a kupakra rátettem egy tüzelőanyag cellát. Ez hidrogénből és oxigénből képes előállítani elektromos áramot. Ugye oxigén van a levegőbe, arról most nem kell gondoskodnom, és hidrogént úgy állítok elő, hogy van itt magnéziumlemez, illetve citromsav, és némi vizet hozzáadva, itt hidrogéngáz keletkezik, meg még egyébként más is, és elektromos áram lesz itt a végén. Ugyebár vízbontással is elő lehet állítani hidrogént is, illetve oxigént is, de úgy gondoltam, ez kevésbé köztudott, hogy némi citromsav, illetve magnézium segítségével is elő lehet állítani elektromos áramot. És hozok egy kis Tesla tekercset, bár megmondom őszintén, ezt azért nem kéne annak nevezni, de sokan így hívják ezt az elrendezést, ami itt van, hogy ez is Tesla tekercs. És nem véletlenül van itt ez a műszer itt a háttérben, ez nincs bekötve, csupán a vezeték van itt. Bekapcsolom a Tesla tekercset, nézzétek meg, mi történik. Pusztán attól, hogy bekapcsoltam, kitért a mutató, és az ingyen energia trükköknek az egyik ötletadója is, ez a Tesla tekercs, itt látjátok ezt a kompakt fénycsövet itt világít, illetve azt is meg lehet nézni, hogy miként ég itt a plazma, hogy hozzáérintem ezt a... Remélem a telefon túléli, van itt térerősség rendesen,
csak úgy megjegyzem, ahhoz, hogy ez a műszer addig kitérjen, hogy nagyjából 1 voltra van szükség. Szóval a térerősséget ez is elő tudja állítani, és van ebből egy nagy Tesla tekercsem is. És nem csak olyan kis Tesla tekercsem van, hanem ilyen nagy is, nagyjából 1,5 méterig tokkal vonóval együtt. Ezt viszont nem üzemelhetjük be, túlságosan veszélyes lenne, de megnézheted, berakom a csomagtartóba, és kiállítom az asztalom mellé. Ez itt 2 darab peltyélem, itt van az egyik, itt van a másik, és a peltyélem arra képes, hogyha rákapcsolok mondjuk 6 voltot, 8 voltot, 10 voltot, akkor a két oldala között ennek az elemnek hőmérséklet különbség jön létre. Itt van egy LED, és ha ráteszem a peltyélemre a kezemet, akkor viszont a zébeg effektus fog működni, és ha minden jól megy, akkor a LED világít. És ez elég volt az egyik darab peltyélemet megfognom, hogyha megfogom mind a kettőt, akkor valamivel több energia lesz. És az utolsó a sorban egy ultrahangos távolságmérő, van egy kis kijelzője, és nagyjából 1,5 méterig, mondjuk egy falnak a távolságát egészen pontosan meg tudja mérni. Igyekeztem olyan dolgokat keresni itt a polcomon, ami viszonylag veszélytelen. Ez egy kicsit határeset, de van egy piezós gyújtóm is, lehet, hogy ezt fogjuk használni, mert ott azért van néhány ezer volt. És egyébként ez az egész, ha megnézitek, 2 darab 100 farádos szuperkondenzátorról jár, ott látjátok, 100 farád. Tehát nem mikrofarád, hanem 100 farád, így a kettő együtt körülbelül 200 farád, és erről napokig képes elüzemelni. Mármint nem folyamatosan, de sokáig megtartja az energiát a szuperkondenzátor. És hozok számotokra ajándékokat is, melyeket kis zsákba teszek bele, és az első 100 vendég, aki olyan az asztalomhoz, az ebből a zsákból választott 1 darabot, és ha kibontod majd a zsákot, akkor kiderül, hogy mi van benne. Igyekeztem olyan dolgokat választani a közönség találkozóra, ami viszonylag veszélytelen. Ugyan elviszem a nagy Tesla tekercsemet is, de azt nem kapcsoljuk be. A nagy Tesla tekercs akár 1 méterről is elektromos ívet húz, szóval nem veszélytelen eszköz. Szerintem most már mindenkinek a fejében átfutott az a gondolat, hogy a rendezvény helyszíne mennyire van közel vagy távol. Nos, hozzám sincsen túlságosan közel, közel 3 órát kell autózni, hogy odaérjek, de én ott leszek, remélem ti is jöttök, és ne felejtsétek el, Gábor Műhely mindig visszavár, gyertek máskor is, és sziasztok!